Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Kedd este, itt vagyok, Garaci Margó vagyok Kecskemétről. Három érdekes témával készültem önöknek, és próbáltam egy új helyszínt találni a lakásban, mert mindig költöztetem a családomat, hogy most erről, most arról szeretném a riportokat megcsinálni. Úgyhogy most erről a helyszínről, megmutatom, hogy könyves polcunk is van. Azzal a témákkal készültem önöknek ma, hogy 50 az új 30, kapcsolataink, és várjuk a csodát. Az 50 az új 30 egy kedves témám. Nagyon kedves témám, hiszen érintett vagyok a dologban. Lehet, hogy ezért is választottam. Hiszen nem titok, én büszkén vállalom nőként is a koromat. 49 éves vagyok. És nagyon szeretnék ezzel az ésszel, ezzel az élettapasztalattal visszamenni 17-18 éves koromba, és ezzel végig csinálni az életemet. Mert ugye egy lehetőséget kapunk, és megpróbálom most azokat a dolgokat kiaknázni, és kihasználni, amiket most ebben az életemben lehetőségként kapok. Biztosan önök is sokan vannak úgy, hogy fú, de jó lett volna, hogy akkor annál a döntésnél én kicsit élettapasztaltabb döntéseket tudjak hozni, és másként látni a dolgot, de hát ez adatott meg. Szoktam mondani a vendégeinknek is, akik hozzám fordulnak, hogy, vagy mondják, hogy fú, úgy, hát arra nem vagyok büszke, ú, azt nem tettem volna meg. De kellett ahhoz, hogy azok legyünk most, akik vagyunk, hogy elérjük azt, amit most szeretnénk. Azzal együtt azok vagyunk, akik mindig is lettünk. Tehát kellettek azok a hibák hozzá, hogy most mi legyünk. Ezzel az élettapasztalattal, ezzel az ésszel, ezzel a gondolatvilággal, most így közel 50 évesen. És ugye mondják, hogy 50 az új 30, talán azért is, mert ezek a nők és férfiak, akik most 50 évesek, energiában telve tesznek önmagukért, látják a céljaikat, mennek és megvalósítják a célokat, nem ijednek már meg a fiataloknak attól a kicsi, nem törődömség, hogyan is mondjam szépen, senkit nem akarva megbántani, céltalanságtól majd lesz valahogy. Ezek az ötvenesek, az új harmincasok, tudják, hogy hova mennek. Tudják, hogy mit akarnak. Tudják a céljaikat, tudják az álmaikat, és el is fogják érni. Miért? Mert mindent megtesznek azért, hogy ez meglegyen. Tudják, hogyha most egy kicsit mondja ebben az időszakban, beleveszem akár a párkapcsolatot is, hogy egy 40-50 éves nőnek vagy férfinak, ugye ilyenkor szokott előkerülni a kapuzárási pánik, és ilyenkor szoktak akár a férfiak, akár a nők egy jóval fiatalabb, 20 évesebb, vagy akár 20-30 évesebb embert, párt választani maguknak. Azért, mert szeretnének, ugye, mint amit mondtam is, hogy ezzel az ésszel, ezzel az élettapasztalattal visszamenni egy kicsit az időbe, és átélni újabb dolgokat, megvalósítani olyan dolgokat, amiket akkor nem tettünk meg, és hogy akkor újra átélve, megfiatalodva élvezzük az életet. De hát ezek az emberek, akik már 50 évesek, tudják, hogy hiába megyünk vissza az időbe. Hiába lesznek fiatalabb párjaink, hiába lesznek fiatalosabb párkapcsolataink, az már nem hosszú távú. Nem lesz eredményes. Nem lesz olyan, mint hogyha egy érett, vagy akár ugye, amikivel már megöregettünk párral, tennénk ugyanezt. Nem vetélytársak. Nem gondolom azt, hogy ők már tudnák azt, amit esetleg egy 50-es nő, vagy egy 50-es férfi élettapasztalatban, kitartásban meg tud valósítani. Nem konkurencia. Ráadásul, ugye, hogyha most csak a való életet nézem, és ugye most ezek a szigorítások, amik vannak itt az életünkben, ugye tegnaptól nagyon-nagyon beszigorítottak bennünket újra
nagyon korlátozva lettünk. Így megint azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek csoportosul, tehát ilyen kis szegmensekre szakadtak. Van, aki beletörődik, van, aki megy újra ugyanúgy az útján. Van, aki áll, nézelődik, és hát tántorog egy kicsit, mert nem tudja, hogy akkor most akkor mi van. Most akkor én megterveztem valamit, el akarok érni valamit, nekem holnap után volt egy időpontom, bárhova, akkor most mi lesz? Ugye vannak ilyen tanástalan emberek, és aztán vannak olyan emberek is, akik abszolút nem foglalkoznak vele, lesz, ami lesz, majd holnap, fiatal vagyok, ez majd még lesz, eltelik, és ez is elmúlik. És azt kell, hogy mondjam, hogy a két véglet, a nem törődöm és a alkalmazkodó, az tudja, ez úgy is elmúlik, ezt úgy is túlélem, de mi van a köztes emberekkel? Tapasztalom magam is, és látom, és mondják nekem az emberek is, hogy sok emberből kihozta a vírus olyan dolgait, mintha teljesen kifordult volna önmagából. Mintha nem is ő lenne. Zaklatott, ideges, nem tud emberekkel kommunikálni, pedig eddig aztán olyan barátságos, olyan kedves volt, és egyszerűen nem is ismerni rá. Többször mondják, hogy hú, hát a szomszéd azt mondja, kicsit megőrült, vagy a szüleim bekattantak a bezártságban, és teljesen megérthető. Teljesen meg lehet érteni, de én azt látom, hogy pont ez az 50-es stabil korosztály, akik tudják, megéltek már jó sok mindent, megéltek rosszat, jót, azok tudják, hogy alkalmazkodni kell. Tudják azt, hogy mi az, ami a dolguk, mi az, amit tenniük kell, és utána alkalmazkodva, átfordítva céljaikat, álmaikat a meglévő keretekbe, és mennek tovább, és ez alapján csinálják meg. Vannak terveik, vannak B, meg C férje mindig azt mondja, legyen mindig B terved. És mondtam neki, hogy mi van, az sem működik, az ott, akkor ott a C. Tehát ezzel a megoldással próbálunk egyről a kettőre lenni. Haladni előre, természetesen mi is megtorpanunk, és próbálunk a legjobb döntéseket hozva mégis előre jutni. Aztán egy kicsit a távolba nézni. Távolba nézni, hogy mi lesz akkor majd, ha újra kiszabadulhatunk, mi lesz akkor, amikor majd újra mehetünk, és lehetnek céljaink, meg lehetnek ugyanúgy a tanfolyamok, járhatunk iskolába, mehetünk szabadon bárhova, akkor majd akkor fogom azokat a célokat megvalósítani, és teljes valójába meghozni. Úgy gondolom, hogy legyen az ember 18, legyen az ember 25, 30, 50, 70, 100. Legyenek céljai. Legyenek álmai. Legyen tudja, hogy mit fogok holnap tenni. Tudja, hogy mi legyen a dolga abban az esetben. Ha ne talán holnaptól nem tudok menni, nem lesz miből élni, nem lesz mit csinálnom. Fel kell készülni. Fel kell rá készülni, és legyen B-tervük. Kívánom, hogy stabilak legyenek, és kívánom azt is, hogy virágozzanak mégis ki. Találjanak önmagukra. Találják meg azt, hogy mi az a B-terv, és mi az, amit szeretnének újra tenni. Mi az, amit régóta meg szeretnék tenni, és most akkor itt az idő, mert van rá időm. Ezt is nagyon sokszor elmondtam már. Önöknek is, és az embereknek is. Aztán egy kicsit visszatérve még ide az 50-es korosztályra, azt mondják, hogy veszélyesek. Veszélyesek, mert már nem lehet őket bepalézni. Már nem lehetne őket adnak azt mondani, hogy piros pedig fekete. Már nem hiszik el azt, hogy ki, ha én nem jobban tudja. Megtapasztalták már az életnek a savaborsát, és tudják azt, hogy mettől meddig terjednek a korlátok. Mi az, amit megtehetek, mi az, amit nem tehetek meg. Mi az, ami becsület, mi az öt alapvető emberi érték, és már azt szerint élnek, hogy ez neki belefér, vagy nem fér bele. Mi az, amit még megtehetek, és mi az, amit már nem tehetek meg. Veszélyesek, mert tudják, hogy mit mondanak nekik,
Tudják azt, hogy ki az, aki át akarja verni őket, és ki az, akik segíteni szeretnének. És meg is látják, és ezek szerint viselkednek. Lehet, hogy meghallják. Lehet, hogy már egy 20-30 éves, mikor oda megy üvöltözve, vagy vénnyanya, vagy bármi egyéb gyönyörű jelzőkkel illetve, már nem azt fogja neki mondani, hogy na akkor, jól van, és visszakiabál, hanem azt mondja, hogy nagyon remélem, hogy te is leszel még 50 éves. És ezzel kifogja a szelet a vitorlájából. Saját magam is jártam már ilyen szituációban. Úgyhogy, hölgyeim, ne ijedjenek meg az 50-től. Higgyék el, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Én nagyon élvezem ezt az időszakot. Lehet, hogy egy kicsit élem a saját céljaimat, valóra váltam az álmaimat. Nagyon kőkemény dolgok árán, nagyon kőkemény munkával kell ezt megtenni, de hát igen. Sajnos munkanélkül nincs siker, és nagyon jó podcast adásai vannak a kollégáimnak erről, úgyhogy érdemes meghallgatni, ajánlom önöknek szeretettel. Úgyhogy ennyit a 30, az 50-esekről, akik az új 30-asok. Még talán egy-két mondat, van bennük kurázsi. Van bennük erő, van bennük energia. Viszik előre a családot, viszik előre a munkahelyen a dolgokat. Mennek, teszik, tudják a dolgukat, és iridlésre méltóak. Köztünk nagyon sok kolléganőm, barátnőm van ugyanebben a korosztályban, és bennük is ugyanezt látom. Látom bennük az energiát, látom bennük a csillogást, látom bennük a fényt, és nagyon sok fiatalban nincs ennyi. Vagy nagyon sok idősebben. De látok, akár beszélhetnék a 70 éves anyukámról, aki megy, csinálja, dolgozik, és ő bennük is nagyon-nagyon sok az energia. Úgyhogy kivirágzzanak az 50-esek, mint a természet, mint a tavasz, ami majd most fog eljönni. Én kívánom mindenkinek, hogy legyen nagyon boldog, és az álmait és a céljait éljék meg. A következő kis témám, amit választottam, az a kapcsolataink. Nagyon-nagyon hasonló, és kapcsolódik az előző témámhoz, hiszen így most, akár már az 50-eseknél is átértékelődnek a dolgok. Átértékelődnek a kapcsolatok, átértékelődnek a barátságok, a munkahelyek, a munkák. És már nem azt keressük, hogy hogyan tudok én oda menni, törekedni, szaladni, futni előre, hogy jaj, megtegyem, hanem kicsit tapasztaltam már, megvárom, hogy hol tudok a legeredményesebben segíteni. Ugye Metafizikai Akadémián nagyon sokat tanítjuk a tanulóknak, hallgatóknak, hogy nem segítünk. Ugye a tréner is, a tanácsadó is, addig nem tud oda menni a másikhoz, és nem mehet oda, és nem törekedhet, és nem tolakodhat, hogy jaj, mert én segítek, én tudok segíteni. Én is ilyen kis ifjú padamán voltam. Hanem megvárom, amíg segítséget kér. Megvárom, amíg azt mondja, hogy kérlek, segíts. Vagy tudnál nekem segíteni? Addig nem segítünk. Higgyék el, hogy nagyon nehéz megállni. Mikor látom, hogy neki megy a falnak, mikor látom, hogy na hát nem jól csinálja. De könyörgöm, ez az élete. Ez a karmája. Meg kell valósítania, meg kell élnie. Aztán már nem a mérgező kapcsolatainkra gondolunk. Már nem kell, és nem futunk azok az emberek után, akikért sokat tehetnénk, vagy tettünk, vagy tehetünk. Megfigyeljük azokat a kapcsolatainkat, hogy ha csörög a telefon, milyen érzés, amikor megcsörög a telefon. Jó érzés? Ránézek? Hú, kellemes. Fölveszem. Nagyon sok ismerősöm ránéz a telefonra, hát ezt most nem veszem föl. És megkérdezem tőle, hogy de miért? Á, nem, hosszú is, bonyolult is. Á, van, akinek már úgy volt beírva a telefonjába, hogy föl se veszem. És ez is fura dolog. Mert ez is egy kapcsolat. És ez is minket is minősít. Akkor zárjuk le. Akkor mondjuk azt neki, hogy nem, már nem akarom. Ne haragudj, de erre most nem érek rá. Vagy beszéljük át vele, hogy figyelj csak, én dolgozom, és akkor nem tudom fölvenni, de délután, vagy megmondani neki szemtől szembe, őszintén, hogy nézd, nekem erre nincs időm.
ezzel a dolgokkal én nem tudok foglalkozni. Vagy ezt van olyan vendégem, aki 51-szerre teszi fel ugyanazt a kérdést. Hol messengeren, hol telefonon, és folyamatosan hív, és mondtam neki, én már nem tudok mindig mást választ adni. Én mindig ugyanazt a választ tudom adni ugyanarra a kérdésedre. Nem tudok mást. És figyeljék meg, hogy ezek az emberek valahol mégis viszik az energiánkat. Elrabolják az energiánkat. Azzal, hogy mindig ugyanazt a kérdést teszik föl, mindig ugyanazt a választ kapják, és ők soha nem elégedettek. De ezek az emberek nem is lesznek elégedettek, mert azt szeretnék hallani, amit, vagyis azt kellene mondanunk, amit ők hallani szeretnének, de mi nem tudjuk ezt mondani. Mi csak az igazságot tudjuk mondani. Legalábbis én, és nagyon sok kollégám, de hál' Istennek így van vele, hogy akkor megmondjuk neki, hogy köszönjük szépen, akkor ezt most mi nem tudjuk tovább folytatni. Kapcsolataink. Ugye nagyon sok kapcsolattal rendelkezünk. Rendelkezünk családi kapcsolattal, rendelkezünk munkahelyi kapcsolattal, vannak szerelmi kapcsolatok, és itt mindenhol meg kell tudni találni az egyensúlyt. Mindenhol meg kell találni azokat. Nagyon jól mondta, talán Borák Betty kolléganőmnek volt egy ilyen adása, a játszmák. Nem kell játszmázni. Mi is tanuljuk még, mi is, hiszen ugye hozzák a különböző szituációk önmagukat, de ne menjünk bele az emberek játszmáiba. És ezt őszinteséggel, nem bántóan, de meg kell neki mondani, hogy a kapcsolataink azok már most olyan lépnek egyet, főleg most ebben, megint ugye visszautalnék erre a vírushelyzetre, kiéleződnek a kapcsolatok. Élesednek, hogy így mondjam. Mert ha nem az történik, amit akar a türelmetlen, bezárt, kicsit elmében is bezárt emberrel, akkor rögtön egy kicsit ideges lesz, goromba lesz, kiabál, és ugye ezekkel a helyzetekkel megint nem nagyon tudunk mit kezdeni. Vagyis de, tudunk mit kezdeni, nem kell vele foglalkozni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy olyankor önmagával van. A lényeg ennek a kis etapnak az lenne, hogy figyeljük meg a kapcsolatainkat. Fókuszáljunk azokra a kapcsolatokra, amik pozitív energiával töltenek föl. Akikor azt mondom, hogy beszélek vele, mert akkor olyan jól leszek. Vagy fú, hát nem tudom, már nem nagyon akarok beszélni, mert olyankor mindig érzem, hogy lemerülök, kimerülök, egy kicsit úgy el is fáradok, és nem épít. Férjemtől tanultam ezt is, hogy nézzük meg a kapcsolatainkat. Építenek, vagy rombolnak? És azt ajánlom, és azt tanácsolom önöknek, hogy a romboló kapcsolatokat engedjék el. A romboló kapcsolatok nem kellenek az életünkbe. Van épp elég romboló tényező a kapcsolataink nélkül is, és ezeket tegyük le, engedjük el. Fókuszáljunk azokra a kapcsolatokra, amik építenek. Amiktől erőt kapunk, amitől erő lesz bennünk, amik fölvillanyoznak, amik visznek előre. És akkor már is sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. És visz az útra. Tudunk fókuszálni a céljainkra, van hozzá energiánk, jobbakat alszunk, nem azon agyalunk éjszaka, hogy jaj, ezt most miért mondta, most hogy mondta, most miért mondta, hanem akkor tudunk pihenni, tudunk aludni, rá tudunk fókuszálni azokra a mindennapjainkra, amik előre visznek bennünket. Arra kérem önöket, vizsgálják meg ezeket a kapcsolatokat, próbálják meg egy kicsit átkonvertálni, átbariálni, hiszen őszinte beszélgetésekkel nagyon sokat lehet segíteni, építő beszélgetésekkel szintén nagyon sokat lehet segíteni egy-egy kapcsolaton. Értékeljék át. Én nem azt mondom, hogy rögtön dobjanak ki 5 barátot, vagy barátnak mondott ismerőst, hanem nézzék meg, hogy akkor ki az, akit érdemes megtartani. És az ő dolgaikat keresni, az ő kapcsolataikat, az ő társaságukat, az ő programjaikban részt venni. És akkor már is sokkal-sokkal jobbak leszünk. Értékeljék át a kapcsolataikat, és nézzék meg. Világosítsák át a kapcsolataikat. Jó? Hogy épít, vagy rombol. És aztán itt végezetül, mert már megint nagyon sokat beszéltem,
Egy nagyon-nagyon kedves kis történetet olvastam az interneten. Nekem nagyon kedves ez a tanárnő diák, nem csak azért, mert a gyermekem tanárnő, és nem csak azért, hogy most már én is ugye a tréneri, tanári pályára léptem, hanem azért is, mert nagyon sok tapasztalat, nagyon sok olyan történet van benne, ami megfontolandó, ami megragad, ami tapasztalatod ad, ami előre visz. Egy tanárnő azt a feladatot adta a diákjainak középiskolában, hogy szedjétek össze a világ 7 csodáit. Szedjétek össze a csodákat, hogy na akkor mi az a csoda? Számotokra mi a csoda? Mi lehet az, amit te csodaként élsz meg a mindennapokban? Összedugták a gyerekek a fejüket, és hát összeszedték. Ugye mindenki ismeri a 7 csodát, nekünk társasjátékunk is van róla, ugye a kínai nagyfal, a gízai piramisok, a Grand Canyon, a Taj Mahal, sorolhatnám még ugye akár a római Szent Péter székesegyház, de úgy sok-sok szép dolgot tudnánk mondani mindenki, és ugye nem csak párat, hanem akár 10-20-at is. Megvan, elmondták a gyerekek, és látja a tanárnő, hogy az egyik kislány még nagyon ír. Kérdezi tőle, hogy tud-e neki segíteni. Hogy te akkor még mit csinálsz? Hát nem tudom, tanárnő, nekem olyan hosszú a listám, és szeretném még bővíteni, de nem tudom, hogy melyik legyen az a fontos, hogy beleférjek abba a 7-10-be, amit a tanárnő mondott. És akkor a tanárnő megkérdezte, hogy de miket írtál? És azt mondta, hogy számomra az a csoda, hogy látok. Számomra az a csoda, hogy hallok. Azt is megélem csodának, hogy a kezeimet mozgathatom, hogy tapinthatok, hogy adhatok, hogy elvehetek, hogy cipelhetek, hogy mozoghatok, hogy van lábam, eljuthatok A-ból B-be, és számomra ezek a nagy csodák, hogy vannak szerető szüleim, szerető emberek körülöttem. Az osztályban csönd lett. Teljesen megállt a levegő, és egy pillanatra a tanárnőnek könszökött a szemébe, és azt mondta, hogy ezek a valódi emberi csodák. A másik pedig az ember alkotta csodák. Én azt szeretném, hogy mindenki értékelje azt a csodát, amilyen van. Legyen ez egy belső béke, legyen ez egy szeretet otthon, legyen ez egy csodás pár, legyen ez egy aranyos gyermek, legyen ez csak egy finom vacsora, legyen az, hogy együtt vagyunk, legyen az, hogy egészsége van. Én úgy gondolom, hogy ezek az igazi csodák. És azt hiszem, hogy pont ezeket nem értékeljük most. És azon háborgunk, hogy nem mehetünk ide, nem mehetünk oda, nem csinálhatjuk ezt, nem csinálhatjuk azt. De könyörgöm, minden fejben dől el. Ha én most azt mondom, hogy akkor is jól fogom érezni magam, mert a családom körében vagyok, és itthon vagyok délután, nem mehetek ide-oda, de itthon vagyok, és végre megfőzhetem a kedvenc ételüket, vagy megcsinálhatom a kedvenc sütiüket, vagy bármi olyan dolgot tehetek, ami engem boldoggá tesz, energiával tölt fel, akkor az már egy csoda. Azt hiszem, hogy értékelnünk kell a csodákat az életünkbe, hiszen mindenkinek van. Van egészsége, akkor már csodálatos. És nagyon sokszor mondták azt nekem a szüleim, hogy ha egészség van, minden van. Aztán egy reklámban meg azt láttam, hogy a többire ott a Mastercard. Tehát én azt kívánom önöknek, hogy éljék meg a csodákat minden nap. Legyen az a csoda, hogy felkel a nap, és mi felkelhettünk, és egy új nap virrad. És ezen az új napon mi megvalósíthatjuk azokat a dolgokat, amiket szeretnénk. Kívánok önöknek nagyon jó egészséget, és békét. Mind lelki békét, mind mindenkivel békét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Jövő héten kedden újra várom önöket. Reméljük akkor már egy kicsit vidámabb témával fogok jönni önöknek. Már keresgélem, hogy mi legyen az. Várom a javaslatokat is. És nagyon-nagyon megtisztelő az,
hogy hétről hétre, napról napra nézik az adásokat. Ezt magam és a kollégáim nevében is szeretettel köszönöm. Nézzék vissza az archívumainkat, nézzék vissza a régi adásainkat. Érdekes cikkeket, riportokat találhatnak benne. Látogassanak el hozzánk a Mastodon oldalunkra is, regisztráljanak, és mindent nézzenek meg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Minden jót kívánok. Garaci Margo voltam Kecskemétről.